ki számoljon el önmagával, illetve a törvényekkel, mindennel, ami a magánéletéből ide tartozik, mármint a törvényekre. De ettől függetlenül akkor is magánéletnek gondolom ezt az egészet. Vigyel az ördög, vagy a börtönbe, vagy a rendőr, teljesen mindegy, nem érdekel engem ez. Engem az érdekel, hogy ezek az emberek országot vezetnek. Ezek az emberek egy moralitást állítottak föl, például az alaptörvénnyel, aminek ilyen-olyan megszegéséért embereket meghurcolnak, családokat meghurcolnak, tönkretesznek. Ők maguk meg pont az ellenkezőjeként viselkednek, na ez már baj. És az igazi baj ebben az egész ügyben az az, hát ez annyira nem baj, csak az igazi érdekesség számomra politikai értelemben, hogy nem Szájer József bukott meg, hanem egy szellemiség. És ezt a szellemiséget egyébként ott hordja magán az az alaptörvény, amit egyébként tudvalevőleg nagyrészt, oroszlánrészt ő alkotott. Ez az alaptörvény történelmileg, morálisan és politikailag egyaránt elporlat, megbukott. Ezzel valamit kell kezdeni. És még hadd mondjak még egy. Most ezt az alaptörvényt holnaptól hogyan is tanítják majd az általános iskolákba? Hogy tudjátok, gyerekek, ehhez kell tartani magatokat, és tudjátok, ezt az a bácsi csinálta, írta, aki. Így nem lehet. Valakivel valamit meg kell beszélni, akkor konkrétan az, hogy itt van közben egy törvény, amit persze életbe se tudtak rendesen léptetni, ez az egészségügyi jogállásról szóló törvény. A mi pártom képviselő, a Székely Sándor egyébként követeli rendszeresen, hogy ezt azonnal vonják vissza, mert az orvosokkal ez nincs megbeszélve a személyzettel, elcsigázott, lepusztult, a utolsókat rúgó emberekről beszélünk most a munkafrontján, velük semmi nincs megbeszélve, hogy ők mit csináljanak, meg őket csak vezényelni lehet, mint a katonákat, stb. Tízezrekkel bánnak embertelenül, és akkor közben itt megy ez az álságos izé, hogy most akkor karácsonykor így, frászt. Nézzük gyereknek a magyar társadalmat. Az emberek tudják, hogy mivel jár ez. Tehát most lehet vélekedni jobbra-balra, van ebben egy földhöz ragadt értelemszerűség. Amikor tombol a járvány, akkor nem ölelkezünk és nem csókolozunk. Ilyen halál egyszer a dolog. Tehát itt nem a kormányra kell várni, hanem egyszerűen mindenki bírja ki ezt a karácsonyt, hogy nem rendeznek hatalmas a családi és nem tudom milyen bulikat, bírjuk ki saját magunktól, józan paraszti ésszel, ez nem kormányrendelet kérdése, ez józan paraszti ésszel, bírjuk ki, nem csak rólunk van szó, hanem akiknek mi tudunk károkat okozni. És ez az őrült nagyobb, mert sokan vannak, akik egyébként hordozzák a vírust, ők maguk nem lesznek betegek, talán sose, de képesek rengeteg mindenkit megfertőzni. Bírja ki mindenki. Ez egy üzenet, tök mindegy, hogy mi a közvélemény, tök mindegy, hogy mond a kormány, ki kell bírni. Lássuk be, ez még mind a mai napig egy 510 milliós közösség, ez az Európai Unió. Értem, hogy az angolok majd kicsit odébb állnak, stb. Akkor is 450 valahány milliónyi marad lakos ebben, polgár ebben az Európai Unióban. Na most nem, hogy 10 millió, de egy párfős geng, most a kormányra gondolok, ez nem tud nyerni egy ekkora erővel szemben. Fizikai, politikai, morális, geostratégiai, mindenféle szemben egy képtelenség. Ez egyik. Ugyanis miről van szó, és azért ezt nyomatékosítani kell. Minden ország önálló, szuverén, stb. Vannak közös értékek, de a nyugati polgárok azt mondják, hogy mindaddig nem akarunk segélyt, pénzt, jutalmat adni eurómilliárdok szintjén ezeknek, amíg a közös értékeket nem tisztelik, és ez a jogállamiság, ez arról szól, hogy van-e jogorvoslat, vagy nincs jogorvoslat. Beszélhetünk mit ebben a stúdióban korrupcióról, Mészáros Lőrincről, nincs jogorvoslat. Minden létező hatóság, az a foglyulejtett állam az ő gazdagodását szolgálja. És erre mondják az európai partnereink, hogy oké, de mindaddig, amíg ezt nem teszitek rendbe, addig nem kaptok pénzt. Ezzel nincs mit megnyerni. Már bocsánat.